Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Július 28-a péntek van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Sztárparádéval érkezik szombaton az Adivárosi tóparti. Az ingyenes programkínálat minden korosztály számára érdekes lehet, a Szenes Iván esten pedig nagy nevek egész sora lép fel. A fecskevédelmi program keretében idén is megszámolják a fecskeállományt Győrben. Ménfőcsanakon a Vadvirág utcában már fecskehotelek is várják a helyi szálló vendégeket. Legyen öröm az iskolakezdés, ezzel a szlogennel hirdetett iskolakezdést segítő akciót a győri Egyházmegyei Caritas. A felajánlásokat augusztus 11-éig várják a Kandó Kálmán utcai központban. Sztárparádéval érkezik szombaton az Adivárosi tóparti. Ahogy arról a héten már beszámoltunk, egy év után ismét megtelik élettel az amúgy is rendkívül népszerű Adivárosi tó és környéke. Az ingyenes programkínálatot idén is úgy alakították ki a szervezők, hogy a család minden tagja megtalálja a számára legkedvesebbet. A tartalmas rendezvény este Szenes Iván emlékestel zárul, melyen igazi nagy nevek éneklik majd a legendás zeneszerző legnagyobb slágereit. Kicsit esősen indult tavaly a tópart, ide a jó hangulat hamar elüldözte a sötét felhőket. Kovácsovics Fruzsina szórakoztatta a gyermekeket, idén Farkasházi Réka és a Tintanyúl trió varázsol mesés hangulatot majd a legfiatalabbak számára. Az ingyenes programkínálatot idén is úgy alakították ki a szervezők, hogy a család minden tagja megtalálja a számára legkedvesebbet. Ezt Radnóti Ákos is megerősítette a rendezvény sajtótájékoztatóján. Sok újdonság lesz a szombaton megtartandó tóparti rendezvényen. Mindig törekszünk arra, hogy a jól megszokott régi bevált dolgok, amit nagyon népszerűek, azok megmaradjanak, így lesznek tovább is a gyerekeknek minden program ingyenes, kisvasút, légvár, omnibuszos utazás, állatsimogató, sokfajta egyéb kézműves játékok, ez mind-mind ingyenesen lesz egész nap. De természetesen a felnőttekre is gondolunk, hiszen délutántól már koncertezések elindulnak itt a Szenes Iván Parkban. LGT emlékzenekar fog délután érkezni, nagyon sok ismert népszerű számmal, és természetesen a fő csapás a Szenes Iván emlékes itt a Szenes Iván Parkban. Szenes Andor a műsorvezetésével fog a program menni, és valóban sok előadott énekest elhívtunk erre az eseményre. Szenes Iván személye meghatározóvá vált itt a tópartin. A legendás zeneszerzőre minden évben igazi sztárparádéval emlékeznek, ahol felcsendülnek a legnagyobb slágerei is. Szenes Iván kedvenc városa volt Győr, így a lánya első szóra igent mondott a felkérésre, és a segítségével egy nagyszabású koncertet adnak a sztárok minden évben itt Adivárosban. Itt egy korábban koncerteket tartottunk, ez egy kiváló helyszín, és úgy gondoltam, hogy Adiváros is megérdemel egy olyan rendezvényt, amikor egy nagyszabású koncert, illetve egész napos program van, hiszen itt a lakótelepen kevesebb ilyen jellegű program van, általában a belvárosban vannak, de azt gondoltam, az adivárosiak is megérdemlik, és később alakult ki, nagyon sok olyan művész érkezett, aki Szenes Iván dalaihoz kötődött. Sajnos ugye sokan már nem lehetnek velünk, mint Aracki László, Kós János, de ők is jártak itt, és hát utána kerestem meg Szenes Andrát, hogy nagyon népszerű ugye a fővárosban tartandó koncertje. Nagyon sokszor ugye lehet látni ezt a Duna Televízióban is hetente leadják, és megkértem, hogy szervezzünk össze itt Győrben is egy ilyen emlékkoncertet, és hát Andrá elmondta, hogy édesapjának kedvenc városa volt Győr, így minden adott volt hozzá, hogy megtartsuk, és hát gyakorlatilag azóta ez folyamatosan megy, itt ezt a parkrészt is, aminek nem volt neve, elneveztük, és ugye törekszünk arra, hogy új előadókkal kicsit színesítsük a programot. Az új fellépők között pedig ott lesz Cserpes Laura is, akinek a szívéhez közel állnak az egykori zeneszerző dalai. Én azt gondolom, hogy ilyen minden további nélkül ki lehet jelenteni, hogy ezek a művészi alkotások, a Szenes Iván alkotások a kulturális örökségünk részét képezik, és én nagyon boldog vagyok, hogy ilyen eseményeken, meg ilyen koncerteken felléphetek, mert már csak ezzel is az én interpretációmban nyilván egy egészen más értelmet nyernek meg a mai közönségnek, a mai generációknak, tehát ez egy generációkon átívelő történet, ezt ki lehet jelenteni. Éppen ezért örülök, hogy én is részese lehetek ennek. Bodrogi Gyula, Bodrogi Enikő, Zalatnai Cini, Nyári Károly és a Nyári Lányok, Soltész Rezső, Kós Réka, Opic Barbie, Kocsis Tibi, Peter Schramek és Szenes Andrea is színesíti a szombat este 4-8-kor kezdődő Szenes Iván est programját. A szervezők minden érdeklődőt várnak az egész napos programra. 2020 óta létezik Győrben a fecskevédelmi program, ami országos szinten is egyedülálló. Ennek részeként pedig idén is megszámolják a helyi fecskeállományt. Erről számolt be a Győr Plusznak dr. Lackovics Takács Tímea. Az önkormányzati képviselő, aki egy ideje már a Környezetvédelmi Bizottság tagja is, azt emelte ki, hogy várják a lakosság és a cégek jelzését is a fecskeszámlálással kapcsolatban. A képviselő arról is beszélt, hogy a körzetében a Vadvirág utcában fecskehoteleket állítottak a környéken élő, főleg molnár fecskék számára.
A közelmúltban felállított fecske hotelek itt Mémfőcsanakon, a Vadvirág utcai zöld területen, ebben a városrészben is megszámolják a fecskéket, mint ahogy mindegyik másikban is. A 2020 óta létező országosan is egyedülálló fecskevédelmi program része a fecske számlálás, ami kiemelten fontos feladat a Környezetvédelmi Bizottság számára, ezért is kérik a győriek együttműködését a folyamatban. 2020-ban indult Győrben a Városi Fecskevédelmi Program, ami országosan is egy egyedülálló kezdeményezés, és ennek fontos eleme a fecske összeírás, amelyre az idei évben is sor kerül. Arra kérjük a lakosságot, a városban működő gazdasági szervezeteket, közintézmények vezetőit, dolgozóit, hogy nézzenek körbe, akár a saját házuk táján, akár a közintézményeknél, és töltsék ki a kérdőívet, amely elérhető mind online a győr.hu oldalon, a Városi Fecskevédelmi Program aloldalon, mint pedig a heti Győr Plusz számban is van egy kitölthető, kivágható kérdőív. Ezt a kérdővet kérjük, hogy dobják be a városi, vagy ligeti polgármesteri hivatal épületében, a portán van egy fecskedoboz. Várjuk a kitöltéseket, és minél többre számítunk, és ezáltal fel tudjuk mérni azt, hogy melyik városrészben mekkora fecskeállomány él jelen pillanatban, és ezáltal pedig tudjuk a fecskék mindennapjait segíteni azáltal, hogy nagyobb az állomány, tudunk fecskehotelt kihelyezni, ahogy ez Mémfőcsanakon is történt, tudjuk a lakosságot segíteni fecskepelenkákkal, akár műfecskefészkekkel is, illetve arra is fontos információ lesz, hogy például hol kell sarazókat kialakítani a jövőben. A fecskevédelem Mémfőcsanakon is fontos cél, itt a Vadvirág utca környékén is rengeteg molnár fecske él. Ők kaptak hoteleket, de a jövőben más, fecskéket segítő fejlesztések is lesznek. A képviselő ezekről is beszélt a híradónak. Mémfőcsanak egy pályázat nyertese volt, egy madárbarát településrész pályázatot nyertünk, és a pályázat keretében kaptunk két fecske hotelt, ami a Vadvirág utcába került kihelyezésre. A helyszínt a szakemberek alapozták meg, hogy ugyanis a környéken rengeteg molnár fecske fészkel, rengeteg lakossági jelzés érkezett felém is ilyen témában, és ezért döntöttek a helyszín mellett. Bízunk benne, hogy a jövő évben már a fecskékbe fognak költözni, tervezünk még ide sarazót létrehozni, és kicsit befásítjuk ezt a területet is. A képviselő, aki egyben a Környezetvédelmi Bizottság oszlopos tagja, hozzátette, a fecskevédelem kiemelt feladat marad a jövőben is, hiszen a város célja, hogy folyamatosan gyarapítsa a fecskeállományt, és ahol lehet, javítson is a madarak életminőségén. Legyen öröm az iskolakezdés, ezzel a szlogennel hirdetett iskolakezdést támogató akciót a Győri Egyházmegyei Caritas. A szervezet augusztus 11-éig várja azokat a felajánlásokat, amik a rászoruló gyerkőcök iskolakezdését szebbé és könnyebbé teszik. Jó állapotú iskolatáskákat, toltartókat, festékkészletet, színes ceruzákat, füzeteket és különböző más írószereket is szívesen fogadnak a karitatív egyesületnél. Az adományokat a Caritas Kandó Kálmán úti központjában lehet leadni. Már ennyi tanszer összegyűlt, pedig az akció nemrég kezdődött. Idén is elindította iskolakezdést támogató kezdeményezését a Győri Egyházmegyei Caritas, mely során olyan felajánlásokat várnak, amik szebbé és könnyebbé teszik a gyerkőcök szeptemberi sulis tartját. Évente 180-200 gyermeknek tudnak segíteni az összegyűlt adományokkal. A Győri Egyházmegyei Caritas a Katolikus Caritasszal együttműködésben minden évben meghirdeti ezt a segítő programját. Legyen öröm az iskolakezdés című programunk alapvetően arról szól, hogy rászoruló gyerekeknek biztosítsunk segítséget arra, hogy a tanszereket a családban meg tudják venni. Ugye ezeknek az ára folyamatosan emelkedik, itt az inflációval ez még súlyosbítva van. Ezért első fajta eleme ennek az akciónak az az, hogy utalványokat tudunk adott összegben biztosítani a rászoruló családok gyermekeinek. Ezt kiszoktuk mindig egészíteni tárgyi adományozással, ezt most megerősítjük, és ezért volt egy felhívásunk itt a közösségi médiában arról, hogy tanszereket gyűjtünk. Eredetileg július 30-áig hirdették meg a gyűjtést, de meghosszabbították augusztus 11-éig. Jó állapotú iskolatáskákat, toltartókat, festékkészletet, színes ceruzákat, füzeteket és különböző más írószereket is szívesen fogadnak a karitatív egyesületnél. A szervezetünk alapvetően a Győri Egyházmegye területén működik, tehát nem csak Győrben, hanem az egész katolikus egyházmegyénk területén. Helyi önkéntes csoportjaink közvetítésével jutunk el ilyen rászoruló családokhoz, és ebben az egész egyházmegyében tudjuk segíteni őket. Ők nagy szeretettel és sokszor meghatódásra fogadják az ajándékot, látszik rajtuk, hogy ez komoly segítséget jelent. Az adakozók felől, hát az a tapasztalat egyelőre, még nem nagyon próbálgattuk ezt külön meghirdetni. Idén
Ez az első év, amikor ezt így hangsúlyosan meghirdettük, és így kíváncsian várjuk a tapasztalatokat, de természetesen örülünk minden adománynak. Az a tapasztalatunk, hogy alapvetően jó állapotú, amit szerettünk volna, és ez meg is valósult, alapvetően jó állapotú adományok érkeznek, és ezt örömmel fogadjuk. Az iskolakezdési akció mellett egy másik jótékony kezdeményezése is fut a nyáron a Győri Egyházmegyei Karitásznak. Ebben háztartási gépeket gyűjtenek a rászoruló családoknak. Ez már egy célzottabb akció. Itt nemrég hirdettünk meg, hogy háztartási gépeket keresünk. Az utóbbi időben sok olyan krízishelyzet merült fel, akikkel kapcsolatban, családokkal kapcsolatban, hogy szükségessé vált több háztartási gép beszerzése, egy palackos gáztűzhelyre gondolunk, mosógépre, illetve ilyen gázégős főzőlapra. Még kiegészíteném még egy hasonló esettel, hogy hát sportcipővel is hiány vagyunk, és több esetben fölmerült ez, hogy a tanévkezdéshez gyerekek számára tudnánk-e biztosítani sportcipőt, úgyhogy ezt is keresünk. Az adományokat a Caritas Kandó Kálmán úti központjában lehet leadni. Hétfőtől péntekig 9 és 14 óra között a segítőkész munkatársak bármilyen felajánlást szívesen fogadnak, és át is vesznek a helyszínen. Ahogy arról csütörtöki híradónkban beharangozó jelleggel már beszámoltunk, a Győr Plusz Rádió Cimbiózis című akciójában a Barátság világnapjához közeledve játékot hirdetett egy finom reggeliért, sör és sütipakkokért, valamint rádiós ajándékcsomagokért. A héten zajló sorozat zárásaként pénteken a rádiós kollégák személyesen vitték ki a szerencsés barátoknak a különböző ajándékokat. A Barátság világnapi program zárása igazán jó hangulatban telt, mutatjuk, hogy mennyire. Mit jelent az őszinte barátság, és mennyire fontos az ember életében a családon kívül egy olyan társ, akivel mindent megbeszélhet? A sok világnap mellett kevesebb időt fordítunk a barátság megünneplésére. Ezen világnap apropóján indította el Cimbiózis című kampányát a Győr Plusz Rádió, stábunk pedig az egyik ötletgazdát kérdezte. A barátság világnapjára. Ennek az eszmeiségére mi is felültünk, és szeretnénk a barátokra felhívni a figyelmet, a barátságra felhívni a figyelmet, mert hogy azt gondolom, hogy az életünkben ők egyfajta támaszok, bástyáink, hogyha a mindennapokat kell megélnünk, akár a nagyobb pillanatokat, akár a hétköznapokat, ők mindig ott vannak a háttérben, és fontosak. Péntek reggel így köszöntötte Herkeli Ákos és Orosz Sanyi László Antalt, akit Kusztor Ferenc nevezett meg a játékban. Baráti reggelik főkellékét, a frissen illatozó Pedro Pékárukat adták át a műsorvezetők. Antal híradónknak elmondta, milyen érzés volt, amikor felhívták a Győr Plusz Rádióból. Meglepődtem nagyon, mert nem számítottam rá. Megmondom őszintén, meg pontosan 3 telefonon hívtak egyszerre mindenki, azt sem tudtam ki az. Hát egy picit meglepődtem. Miután kiderült, hogy a barátja regisztrált erre a játékra, gondolom vele is tetszett beszélni. Mit mondott, hogy mindjárt egyáltalán kiment, miért? Mindjárt kimentem hozzá a kertbe, mondtam neki, hogy eljöttem érted a legjobb barátod. Aztán röhögött. Tóni és Feri barátsága több mint 60 évre nyúlik vissza, rengeteg közös élménnyel, de a legfontosabb, hogy mindig, minden körülmények között számíthatnak egymásra. Nagyon izgatottak vagyunk, mert egy egész reggel bent ültünk a stúdióban, az a szokásos helyünk, de hát szerintem még ilyen nem is volt, hogy a Rolanddal együtt adáson kívül mentünk volna valahova, de azért most is munkában vagyunk, és hát nagyon várjuk, hogy odaadhassuk az ajándékokat. Késő délelőtt már Bajzágy Zsuzsi és Nagy Roland töltötte be a futár szerepét, ők süti és sör csomagokat vittek ki a szerencsés nyerteseknek. Az egyik barátja hívott minket, és küldött egy sütit így rajtunk keresztül. A műsorvezetők Jámbor Vilmoshoz érkeztek meg, akinek neve ismerősen csenghet a kézilabda kedvelők körében is. Vili bá is nagyon meglepődött, amikor hívták, de lelkesen mesélt nekünk barátságukról Csatári Jenővel. Nagyon nagy társaságunk volt együtt, közelmúltban elhunyt Horváth Lajos feleségével, Csaba László Görög Ildi feleségével, Vanyus Attila, akit nem kell bemutatni, hiszen a női vonal a szárnyalását, indulását neki köszönheti. Csatári Jenő feleségével és én a nejemmel. Sok jó programunk volt, nyaraltunk együtt külföldön, és évszakbúcsúztató programjaink voltak. Úgyhogy aztán ez a társaság szétesett, pedig nem csak a munka tartott össze bennünket, hanem tényleg kedveltük egymást. De hát az idő fogát, vasfogát nem állta ki azért.
Úgyhogy most a Jenővel kettesbe maradtunk, és hát még gyötörjük egymást. Biztosan szoktam mondani, hogy melletted nem unatkozik az ember, olykor néha azt is, hogy akinek ilyen barátja van, annak nincs szüksége ellenségekre. A Győr Plusz Rádió kiszállítója nap folyamán minden győztest felkerestek annak érdekében, hogy a barátoktól kapott nyereményt személyesen adják át. Aszalt füge és fügelekvár is készül egy ideje egy csinos győrszentiváni birtokon. A sokkal inkább földközi-tenger partvidékére és délnyugat-ázsiára jellemző gyümölcs Magyarországon is egyre több helyen megterem, és egyre többen foglalkoznak is vele. Így vannak ezzel Kusztor Ferenc és felesége is, akik 1968-ban vásárolták Szent Iváni kertjüket, az elmúlt években pedig szinte minden szabadidejüket ott töltik. 2008 óta egy kemence is van a birtokon, Feri bácsi abban aszalja a fügét, míg felesége legfárt készít az ízletes gyümölcsből. Szent Iván egyik csendes részén bújik meg az a kert, amit a Kusztor házaspár mindig csak farmként emleget. Ferenc és felesége jó régen, még 1968-ban vásárolták meg a helyet, azóta pedig sok időt töltenek itt, szép idilli környezetben, házi állatok társaságában. 1968 óta van meg ez a úgynevezett, mi birtoknak hívjuk, de kert. Az az igazság, hogy nagyon sokat járunk, állataink vannak, macskáktól kezdve a tyúkokig, és az az igazság, hogy itt a szabadidőnek a nagyon jó eltöltése, az nagyon, nagyon okés. Az az igazság, hogy itt a fügére, ami most ér, az egy nagyon jó dolog, bár a miénké még egy picit, talán egy-két hét múlva lesz az igazi. 2008 óta már egy saját kemence is szolgálja a kikapcsolódást Kusztorék portáján, amit nem csak sütögetésre tud használni az idős házaspár, de a telken termő fügét is ebben asszalják. Ez az én feladatom, ugye én vagyok a kemence felelős, a kemencét is saját magam építettem. Ez 2008-ban készült, sok minden másra is használjuk, de most ugye nyilvánvaló a füge aszalás az, ami a téma. Két éve aszaljuk, nagyon jól, nagyon prímán lehet aszalni benne. Az aszalás úgy történik, hogy be van gyújtva a kemence, előtte sütünk, főzünk benne, és úgymond este, amikor már ugye az az úgynevezett úrjüt, erős, meleg lemegy, akkor betesszük. Meg tudom mutatni, itt van egy aszaló állvány, amire szépen rétegesen ketté vágva. Mindig úgy tesszük, hogy az alja legyen a rácson, mert igazság szerint levetereszt. A szép, lassú párolgás kemence elviszi, és reggelre tulajdonképpen majdnem kész is. Az aszalt füge mellett fügelekvár is készül a Szent Iváni birtokon, ezért Feri bácsi felesége felel. Többféle elkészítési és felhasználási módja is van a finom és egészséges gyümölcsnek. A házi asszony erről is mesélt a kertbarát stábjának. Én kétféle fügelekvár csinálok, vagyis próbáltam ki. Az egyik az aszalványból készült. Felfőzöm, és citromot teszek hozzá. Semmilyen tartósító nincs benne, még cukor sincs ebben. Mert ugye, ha megaszaljuk, akkor az valahogy a cukortól édesebb lesz, és úgy, mivel egy kicsit cukromra figyelni kell, ezért úgy döntöttünk, hogy a lekvárokba én nem teszek cukrot, vagy nagyon minimális cukrot. Nem édesítővel főzök, hanem csak cukorral. Tehát ebben abban nincsen, majd megkóstolhatjátok. A másik pedig egy nyers fügelekvár, amit megmosok, teljesen feldarabolok, és felfőzöm. Egy icipici vízzel, attól függ, van mikor nem kell hozzátenni, van mikor kell hozzá, de állandóan kevergetem, utána botmixerrel összenyomom, és ebbe egy kis fahéjat tettem. És itt átpaszíroztam, tehát ebbe kevesebb a mag. Magyarországon egyre több helyen terem meg a füge, ami elkezdte érdekelni az embereket. Ha önöket is érdekli, mi készülhet az eredetileg mediterrán gyümölcsből, akkor nem ulasszák majd el augusztusi Kertbarát című magazinunkat.
Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Azonnal jövünk a sporthírekkel, friss információkkal legközelebb július 31-én, hétfőn este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon. Városi futballderbi tartja lázban a győrieket, a hétvégén kezdődik a labdarúgó MB2 új idénye, és rögtön az első fordulóban összecsap egymással a Gyirmót és az Eto csapata. A zöldfehérek után a gyirmótiak is megtartották a szezon előtti sajtótájékoztatójukat. A klubvezetők elmondták, a hagyományokhoz méltóan igyekeznek szerepelni, azaz szeretnének élcsapat lenni, lehetőleg a dobogón végezni és harcban lenni az első osztálybejutásért. Optimistán vágnak ki az új labdarúgó idénynek a Gyirmót FC csapata. Az 5 hetes felkészülés zökkenőmentesen zajlott a klubnál, amely saját környezetében igyekezett minél jobb formába lendülni az idény kezdetére. Tamási Zsolt szakmai igazgató elmondta, minden feltétel adott, hogy az előttük álló évadban is a legjobbak között legyen az együttes a másodosztályban. Sikerült megerősíteni a keretet, sérülés nem hátráltatta a gárdát a felkészülés során. Nagyon jól megtervezett munka folyt, nagyon vevők voltak az új szemléletű munkára, sokat dolgoztak, de ez mind semmit nem ér, hogyha a bajnoki mérkőzéseken nem vagyunk sikeresek, ezt nagyon jól tudjuk. Alapvetően a csapat magja egybe maradt. Az igazolások, nyilván szerettünk volna még meghatározó játékosokat igazolni, ez nem sikerült, de nem vagyok csalódott a keret kialakítást, illetőleg se. Azt gondolom, hogy egy erős keretünk van. Nagy izgalommal várom én is, megmondom őszintén, a bajnoki rajtot, az egy kicsit pikantériát ad az egésznek, hogy pont a Győrre, az Eto ellen kezdünk. De talán ez a szépség is megvan benne. A szakmai igazgató büszke rá, hogy korábban nem látott mennyiségű, 7 saját nevelési focista található a keretben. Lát olyan játékosokat, akik jó eséllyel kifogják majd harcolni a kezdő csapatba kerülést. Velük és a rutinos focistákkal szép idény várhat a sárga kékekre. A Gyirmót újkori történelme 30 évre íródik vissza, ez alatt kétszer sikerült kivívni az első osztályi szereplés jogát, viszont amióta a másodosztály klub valóban mindig az élmezőnybe végzett a csapat a legtöbbször a dobogón, most talán mondhatom azt, hogy ugyanígy, ahogy fogalmaztam, hogy élcsapat legyünk, és ebben legyen benne az a lehetőség minél tovább, vagy akár végig, hogy szanszunk legyen akár az első két hely valamelyikének a megszerzésére. Új, de a klub számára egyáltalán nem ismeretlen szakember vette át a vezetőedzői feladatokat a nyáron Gyirmóton. Csizmadia Csaba korábban játékosként már erősítette a csapatot, most pedig trénerként igyekszik sikereket elérni a gárdával. A szakember terve, hogy a Gyirmót domináns, agresszív és irányító futballt játszon. Élcsapat szeretnénk lenni, az most mire lesz elég, az majd úgyis ki fog derülni. Tény és való, hogy én egy pozitív beállítottságú ember vagyok, és a mottom az, hogy a lehetetlen nem létezik, úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindent elmond. A csapatra meg az, hogy rutinos fiatal, kiszámolta a múlt héten, tehát 23,5 az átlag életkor, azt gondolom, hogy nagyon jó korban lévő csapatunk van. A Gyirmót az MB2 első fordulójában hazai pályán játszik városi rangadót. Az Eto elleni találkozó 17 óra 30 perckor kezdődik. A belépőjegyek rohamosan fogynak, így könnyen lehet, hogy telt ház, 4500 szurkoló előtt lépnek majd pályára a csapatok. Sporthíreink végén köszönöm figyelmüket, további kellemes televíziózást kívánok a viszontlátásra!